Természetképek, portrék, de igazi különlegességek is helyet kaptak a Fehérló közösségi házban, ahol egy rendhagyó kiállítást nyitottak meg február 3-án. Ezúttal ugyanis a Moson-Magyaróvári Fotóegyesület által fotózást kedvelők mutatkozhatnak be első kép kiállításukon. Tavaly év áprilisában, 2022 áprilisában indult ez a pályázatunk, ahol igazából bárki, aki fotózással szimpatizál, az küldhet be nekünk képet, és onnantól kezdve, hogy elindult a pályázat, a képmennyiségből válogattunk a legjobbakat, ugye összesen 30 darabot. Ez azt jelentette, hogy nagyjából 321-2 képből kellett választanunk 83 alkotótól. A kiállítás vendégeit a szervező Moson-Magyaróvári Fotóegyesület elnöke köszöntötte, aki elmondta, a jövőben is várják majd az amatőr, fotózást kedvelők képeit, hogy lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra. Manapság valahogy úgy van, az embereknek nincsenek emlékeik, csak mobiltelefonjaik. De nektek vannak emlékeitek, itt vannak a falon. Levélbe írtuk, hogy 30 kép fér el itt, annyi van. Pedig 86-an vettetek részt ezen a pályázaton versenyen. Nehéz volt válogatni. A kiállítást hivatalosan Vitéz Vilmos nyitotta meg, aki elmondta, 30 fiatal, 30 fotóval. A Fotóegyesület 30. születésnapja alkalmából mutatkozik most be a Fehérló közösségi házban. Hozzátette, az érzelmekkel telített fotókon keresztül gazdag látványvilággal ismerkedhetnek meg a látogatók. Ez a nagy létszámú érdeklődés egyértelmű bizonyíték annak, hogy a szakértővezetés jóvoltából mind népszerűbbé váló egyesület joggal számíthat a fiatalabb generáció érdeklődésére, esetlegesen a belépő új tagok révén a taglétszámuk növekedésére. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a tervek szerint az év második felében szerveznek majd egy hasonló kiállítást, ahol szintén a fotózást kedvelők mutatkozhatnak be képeikkel. A Moson-Magyaróvári Fotóegyesület pedig folyamatosan várja az új tagokat is. A fotózást kedvelők első kép kiállítása február 24-ig tekinthető meg a Fehérló Közösségi Ház Szigeti Gábor termében.